Kedves nézőink, Önök a Kanizsa Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket. Először nézzük főbb híreinket röviden. Válogatás. 32 alkotó műveivel megjelent a 16. Kanizsai Antológia. 170. Évente 5-ször ad vért Lakatos Miklós. Tehetségek. Akrobatikus tornászok a tehetségkutató döntőjében. Szép prózák, versek, történeti írások. 16. alkalommal jelent meg a Kanizsai Antológia. Kanizsai, Kanizsához kötődő írók, költők gyűjteményét lehet kedd óta lapozgatni. Az olvasói réteget képviselve mondott köszöntőt Balog László, a Humán Bizottság elnöke a könyvtárban, a 16. antológia ünnepélyes bemutatóján. Az idei adventi időszak nem csak a várakozás, a találkozások időszaka is. A szellemi hanyatlás, az intellektuális elgyengülés ellenében kell tennünk, hogy közkincsét tegyük a minőségi kultúrát. E gondolatok jegyében köszöntötte az irodalmárokat és az érdeklődőket Balog László. Hadd köszöntsem a Kanizsai Antológiát és minden egyes alkotóját, mint helyi, szellemi értékünket és kulturális örökséget. Ez a szinte túl büszke megfogalmazás realitássá válik, ha arra utalok, hogy 16. kötetünk jelenik meg. A kötetet a szerkesztők Lehota M. János és Kardos Ferenc mutatták be az érdeklődő közönségnek. Mindig egyedivé teszi a kiadványt, hogy megjelennek benne az adott esztendőre vonatkozó hangsúlyok, fogalmazott Kardos Ferenc. A 16. antológián belül megjelennek a szociális írások, a másik témakör pedig az ódon idő. Olyan számomra ihletetnek tűnő írások, amelyek hely történettel kapcsolatos szép leírások, Kocsis Kati, Zsoki Marika írásai tanítóról, Kovács Ildi írása. Tehát, szóval ezek az írások, ezek megalapozzák ezt a kötetet egy kicsit, mert egy nagyon érzékeny bemutatást adnak. A 16. Kanizsai Antológiában 32 alkotó írása olvasható. Hölgyek ajándék műsora és adománya. A Honvéd Kaszinó Hölgy Klubja az idei esztendőben 10. alkalommal szervezett gyűjtést. Az adományt most is, mint mindig, az Zala megyei gyermekotthon kislakói kapják. Közös énekkel vette kezdetét a Hölgy Klub és a Gyermekotthon ünnepe, majd Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala megyei kirendeltségének igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Minden egyes ünnepségnek megvan a maga varázsa, hisz akár a gyermekvédelemben, akár a szociális ellátás területén nagyon sok az aktív résztvevő, nagyon sok a támogató, akik részt vesznek és segítik a munkákat. Györe Edina elmondta azt is, ebben a pár napban összesen 18 ünnepséget rendeznek a megye intézményeiben. Az igazgatónő egyúttal megköszönte a Hölgy Klub tagjainak áldozatos tevékenységét, akik immár egy évtizedet teszik szebbé a gyermekotthon lakóinak karácsonyát. Sokat gondolkodtam az előző napokban, hogy miért is jutottunk el a 10. jubileum évhez. Talán azért, mert mindig ugyanúgy, mindig ugyanazoknak, mindig ugyanazon a helyen gyűjtöttünk, és egyszerűen mi nem az adományokat csak úgy szétrakjuk, hanem a gyerekekkel együtt egy gyönyörű szép záróünnepséget, karácsonyi ünnepséget szervezünk. A hölgyek munkásságát megköszönte Marton Balázs, a Nagykanizsai Gyermekotthon megbízott igazgatója is. Az ünnepi műsorban a fellépők sorát a szervezők énekkara nyitotta. Most további híreink következnek röviden. 170-szeres véradó. Lakatos Miklós a közelmúltban vehette át elismerését önkéntes tevékenységéért Budapesten. Mint mondta, életében először 19 éves korában adott vért, akkor még Budapesten dolgozott és a munkahelyén zajlott szervezett véradás. Azóta folyamatosan, minden esztendőben 5 alkalommal segít ezen a módon embertársain, és mint fogalmazott, több okból is. Az önkéntesség elve alapján, meg egy jó érzés. Az ember, amikor vért ad, tudja az, hogy jó helyre kerül,
és az emberi szervezetnek egy teljesen feldobódás. Sokkal erősebbnek érezzi magát az ember. Más a közérzet. Mert az igazság, hogy a vér, amit elvesznek, az mindenféleképpen elhal az ember szervezetbe, és így úgy kiürül a szervezetből. Így meg, ha elveszik, akkor jó helyre kerül betegek, embereknek. Szilánkok újabb könyve jelent meg dr. Papp Attilának. A szerző az elmúlt egy-két évben megjelent írásaiból mutat be most egy olyan szeletet, amely kevésbé ismert az olvasók előtt, de már valahol megjelent. A helyi heti lapban, illetve a megyei napi lapban lehetett olvasni dr. Papp Attila jogi, jogtörténeti témájú írásait. A kiadvány megjelenését az önkormányzat támogatta, kereskedelmi forgalomban nem kapható, kizárólag az ország könyvtáraiban lehet hozzáférni. Szeretek olyan történelmi témákat, vagy akár jogtörténeti témákat feldolgozni, vizsgálni, amit kevés ember, kevés kutató kutatott, hiszen így érdekes egy kutatás, így lehet az embernek magát kiteljesíteni tulajdonképpen, és belemélyedni egy-egy anyagba, és új dolgot mutatni, új dolgot felhozni, új dolgot az olvasó elé tárni. A Szilánkok című könyv tulajdonképpen pont ezt próbálja már a címével is jelezni, hogy tulajdonképpen a magyar történelem lapjairól, a magyar történelem évszázadaiból válogatok össze néhány olyan témát, amit kronológikus sorrendbe állítok, de tulajdonképpen egymáshoz kötődése nincs, de mégis a magyar történelem egy-egy jeles pontjait, egy-egy jeles eseményét emeli ki. Névadó. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház szervezésében szerdán a neves zeneszerzőre emlékeztek. Az Rínyi Iskola kamarakórusa Kodály művekből adott ízelítőt, majd Kocsis Katalin idézte fel a zenetudós életútjának egy-egy részletét. Mint mondta, Kodály Zoltán 1954-ben adta beleegyezését, hogy az intézmény felvegye a nevét. Döntésében pedig minden bizonnyal az is közrejátszott, hogy szülei egykor vasutasok voltak. A Művelődési Ház előterében kiállított Kodály mellszobrot az alkotója Csávás Csaba, Kálmánné Szép Terézia az intézmény vezetője, valamint Kocsis Katalin közösen megkoszorúzták. Nagycsaládosok és idősek, a katolikus Caritas munkatársai 150 csomagtartós élelmiszert osztottak ki a rászorulóknak. A szervezet munkatársai azoknak, akik személyesen nem tudták átvenni, házhoz szállították a csomagokat. Barbalics Józsefné, a nagykanizsai szervezet vezetője azt mondta, idén nem várt mennyiségű felajánlás érkezett az adományozóktól, így sokkal több családnak, illetve idős embernek tudtak segíteni. A katolikus Caritas mindig a rászorulóknak, illetve a nagycsaládosoknak próbál segíteni, különösen nagy ünnepek előtt, élelmiszertartós élelmiszercsomaggal. Még lehet. Hétfőn kezdődött és péntekig tart a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai szervezeténél az adventi véradás. A héten 200 véradót várnak a Vöröskereszt munkatársai, így akinek van lehetősége, pénteken délután 2-től 6 óráig még felkeresheti a Sugárúti véradóállomást. A szervezet munkatársai az adventi időszakban kisebb ajándékokkal és forralt borral várják az önkéntes véradókat. Várják a szavazatokat, arról már korábban beszámoltunk, hogy több egyesülettel összefogva 11 kanizsai akrobatikus tornász is szerepel az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutató műsorában. A fiatalok olyan jól dolgoztak, hogy a szombati élődöntőben bizonyíthatnak, ahol Farkasné Bolin Ildikó, a kanizsai klub elnöke, a közönség támogatására is számít. Nagyon-nagyon készülünk, teljes egészében új produkciót kell előadni. Ez annyit jelent, hogy igazából nem lehetnek elemismétlések, nem lehetnek ugyanaz a koreográfia, ugyanaz a zene. Tehát nagyon nagy feladat, egy hét alatt össze kell rakni a komplett műsorszámot, 3 perc. 3 magyar bajnoki cím. A kanizsai utánpótlás ökölvívók sikeresen zárták az évet, hiszen számos országos és nemzetközi viadalról érmekkel tértek haza. Az akadémia második évének évértékelőjét a Honvéd kaszinóban tartotta az egyesület. Az elnök Draskovics Szilárd szerint a szezonban mutatott kiemelkedő teljesítmény az edzésmódszer hatékonyságának köszönhető. Kitaláltunk egy fajta napi rendszerességi napi rendet a gyerekeknek, ami reggel 6:30 kezdődik edzéssel, és este 7:00 fejeződik be vacsorával, és ekközben 2 edzésük van, iskolába járnak, tanulószobába korepetitorok járnak hozzájuk. Én úgy gondolom, hogy elég jó ki van használva a napjuk. Ez talán azt mutatja, hogy nem rossz ez a módszer, mivel az eredmények jönnek.
A fiatalok inspirációt példaképüktől, edzőjüktől, az akadémia névadójától, Potos András olimpikontól kaphatnak napról napra, aki szerint ugyan szép dolog magyar bajnokságot nyerni, de a jövőben emelni kell a tétet. Mindig mondom a fiúknak, meg a lányoknak is, hogy legyenek céljuk. Nekik nem nagyon látom azt, hogy legyenek, vannak nekik olyan célok, ami tényleg megfelelő. Nekem voltak céljaim, amikor én a boxterembe lementem, tudtam, hogy mi akarok lenni, oda akarok érni, mert előttem voltak nagyon jó versenyzők, Salgótarjánban, meg a válogatottnál is, és ezekkel a gyerekekkel nagyon-nagyon-nagyon komplikált dolgokkal kell, hogy szembesüljön az ember, de azért vagyunk mi edzők, hogy ezt megoldjuk. És azért kell, hogy a gyerekekkel többet és többet kell beszélgetni, a versenyekkel előtt nagyon sokat kell velük foglalkozni, mert nem bíznak önmagukba sokszor, de önbizalmat kell nekik adni. Az akadémia kupákkal és serlegekkel ismerte el a legjobbakat, de az edzők áldozatos munkáját is díjazták. Nézőink a részletes névsort honlapunkon olvashatják. Végzősök bája. A téli szünet előtti utolsó tanítási héten egy estére összegyűlnek a végzős, mezős diákok. Szerda este a már hagyományosnak mondható bálnak a megyeszai ház adott otthont. Látványos produkcióval hívogatták a diákokat. A szerda esti sötétséget egy egykori diák, tűzzsonglőr bemutatója törte meg. A látványos fellépést aztán az öt végzős osztály videófilmes bemutatkozása követte. Igazából egy mérföldkő számunkra, hogy lassan a fél év végére érjünk, de mégse a végére teljesen az egész tanévnek, és egy ilyen lezáró buli a fél évnek szerintem. A bált egy kis segítséggel maguk a végzősök szervezik, és minden alkalomra kitalálnak egy tematikát. Ezúttal a piros-fekete öltözék volt az előírás, egyfajta vámpírbárra hasonlítva. Tulajdonképpen ez a hagyományteremtő jelleggel, ez a végzősök bája 6 évvel ezelőtt indult el, amikor a Dónai Beatrix kolléganőm az akkori végzős osztályával kitalálta, hogy az évfolyam tart egy ilyen rendezvényt, és utána a következő évfolyam is szerette volna ezt megtartani, tanulva az előző évfolyamnak a sikereiből, és utána már nem tehettük meg azt, hogy ha fiatalok akarják, akkor ne szervezzük meg. Az est folyamán a zene, tánc és diáktársak fellépése is színesítette a végzősök bálját. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Válogatás. 32 alkotó műveivel megjelent a 16. kanizsai antológia. 170. Évente 5-ször ad vért Lakatos Miklós. Tehetségek. Akrobatikus tornászok a tehetségkutató döntőjében. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba. Híreinket, riportjainkat megtalálhatják a www.kanizsatv.hu internetes oldalon is. Most kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!